A rendkívüli árvízi helyzetben a Heves megyei kormányhivatal egyrészt az önkéntesek munkájával, másrészt több lépcsős adománygyűjtéssel igyekszik segíteni. Első körben az árvízi védekezők, a gátakon dolgozók ellátásához, vagyis a segítők számára érkeztek felajánlások. Az adományok egy részét pénteken kora délután Egerben a megyeháza udvarán Horváth László kormány megbízott országgyűlési képviselő adta át Soltész Miklósnak, az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális és családügyért felelős államtitkárának. A rég nem látott bajban, rég nem látott összefogásban Heves megye is részt vesz. Egyrészt jó néhány kollégánk a katasztrófavédelemtől, tűzoltóságtól, más szervezetektől már napok óta szolgálatot teljesít a Dunakanyar térségében, Komárom magasságában, Szentendrénél. Technikai eszközöket is tudtunk mozgósítani, terepjárókat, térbevilágító rendszereket, aggregátorokat és más ebben a helyzetben nagyon fontos eszközt. Közel 150 kollega az most is dolgozik, és ami nagyon lényeges, hogy több mint 100-an jelezték azt, hogy önkéntesként, civilek, hogy önkéntesként részt vennének ebbe az embert próbáló munkába. Folyamatosan gyűjtjük az élelmiszert, amit a holnapi nap el is fogunk juttatni azokhoz, akiknek a gátokon dolgozva erre szükségük van. Az államtitkár ma reggel Budapesten jelentette be, hogy éjféltől működik a nemzeti összefogás vonala, amely a 1357-es számon érhető el. Holnap 0 órától, szombat 0 órától ér egyébként az adományvonal, ami közös lesz minden karitatív szervezettel, 1357-es, és hát hogyha aki nem tud a helyszínre jönni, mert nem is az a cél, hogyha meg tudja tenni, hogy akár egy SMS, akár egy telefonhívás, vagy többen keresztül támogatja ezt a vonalat, akkor azok, akik az árvízben valami kárt szenvedtek, azokon könnyebben tudunk segíteni. Aki gyorsan ad, azt ugye kétszer ad, és minden felajánlást külön köszönünk, hiszen ebből erősödik szerintem a nemzet. Néhány nappal ezelőtt tulajdonképpen a nemzeti összefogás napjával emlékeztünk a trianoni diktátumra, ma pedig az elmúlt napoktól kezdve, és ma is, és holnap is, és azt követően is, hát a nemzeti összefogásnak a valódi gyakorlati tapasztalatait éljük meg, és ez azt gondolom mindenkit erősít, erősíti azokat is, akik egyébként nagyon nagy bajban vannak, de szerintem azokat is, akik adományoznak, és azoknak is örömteli lehet.